ilyen ipari csarnokokhoz reltünk fel bizonyos épületgépészeti elemeket a tetőre. A csarnoknak a tetejéről ilyen 7-8 méter magasról lezuhantam. Magamra néztem, és akkor láttam, hogy a végtagjaim szerte szétállnak, tehát abból láttam, hogy nagyon nagy baj van. Igazából én már nem kellene itt a földön éljek, de valaki valamiért meghosszabbította ezt. Szóval ez egy olyan esély fölötti élet, amit kaptam egy ajándék Istentől, és hát ezért is igazából azt akarom, hogy neki éljek. Egyértelmű, hogy az személyiségben megjelenik ez, hogy kisebbségben élünk. Kolozsváron szolgálok, ott a lakosságnak alig 10% a magyar. Főleg vidéken nagyon vallásosak az emberek, általában Istennek az ítéletével tudnak találkozni. Úgy gondolják, hogy Isten passzív, tehát hogy nem segít az embereknek, itt vagyunk, itt nyomorgunk, aztán őt nem érdekli. Szerintem itt is nagyon éhesek az emberek belül a szeretetre, arra az igazi békességre, amit a bűnbocsánat, az evangélium tud adni az embereknek. Tehát a prédikáció mindig olyan lesz, mint amilyen a prédikátor. Ahogy megerősödök én magam Istennek a szeretetében, úgy van erőm más emberek fele is szolgálni.